Hát ez fantasztikus. Jó estét kívánok! Az Jó estét! Képileg is megvan. Hát ez már több, mint tökéletes, amire számítottunk, mert az elmúlt 10 percben csak én beszéltem, és vártuk, hogy ön mikor hall engem. És arról beszéltem, amit de most hát is... A nézők elégedettek voltak ezzel is. Hát én meg sokkal jobban szeretem, hogyha nem már zavarnak. Sokkal jobban szeretem, hogy nem zavarnak a vendégek. Szóval, hogy nem most először fogalmazta meg ellenzéki politikus, most éppen ön is megfogalmazta, hogy nem tartja tisztességesnek, és nem tartja szabadnak a mostani választásokat. Mindezek tükrébe mire számít vasárnap? Nagyon szoros eredményre. Nagyon szorosra. Nyilván azt várom, hogy győzzünk. Hát ez a természet, és ezért küzdünk. Hát dolgozunk, ezért van a lelkünk, tele vagyunk szenvedéllyel. De szoros lett az eredmény, nem lehet nem részt venni a választásokon, nem lehet ingyen odaadni a Fidesznek ezután 4 év után a választásokat. Még hogyha pokoli körülmények között akkor is meg kell küzdeni, és azt remélem, hogyha nézők is akarják, és sokan elmennek, eljön 5,5-5,7 millió ember, akkor győzni fogunk vasárnap este. Ez a számolgatás, amit most már az elmúlt napokban többször hallottam, hogy ez reális, hogy mondjuk 60-70%-os részvételi aránynál mire lehet számítani? Tehát mikor Fidesz győzelemre, mikor kétharmadra, mikor az ellenzéki összefogás győzelmére? Tehát ezek ilyen korrekt számok? Hát nézze, nem vagyunk politikai elemzők, politikusok vagyunk. Ugyanazokból a tanulmányokból dolgozik ön is, meg én is. De hát van egy nagyon fontos figyelmeztető jel. A szlovák választások, ugye, amiről önök is többször beszéltek ott a stúdióban az elmúlt 3 hétben. Szlovákia és Magyarország kulturális mintázata nagyon közel van egymáshoz. Két választási fordulóban ugyanaz derül ki. A hatalmon lévők támogatottságát közel 10%-kal felülmérték az eredményhez képest, a kihívók támogatását egy majdnem 10%-kal alulmérték, mert az emberek igazodtak a hatalomhoz. Bármerre megyek én ebben az országban, nyomát nem látom annak a nyomasztó Fidesz fölének, amit a kutatások mutatnak, és nem azért, mert a kutatók, hogy mondjam, babrálnak a számokkal, hanem azért, mert az emberek nem bíznak annyira sem a hatalomban, hogy megmondanák, hogy mit gondolnak. Ezért azt gondolom, hogy lényegesen nagyobb a támogatottságunk, mint mérnek, és lényegesen kisebb a Fideszé, hogy ez átfordul-e, reményeim szerint igen, de azt majd csak vasárnap éjszaka fogjuk megtudni. Ezt is nagyon sokszor mondták önök, ellenzéki politikusok, hogy a közvélemény kutatóknak sem mernek igaz választ adni a megkérdezettek, mert hogy az egész országban nagy a félelem. Hát most azt nézem, hogy hányan ülnek ott ön mögött éppen, hát ott van egész Dunaújváros. Hát tehát akik ott vannak, biztos, hogy nem félnek. A fele. Tehát nem fél. Akkor miért félnének az emberek? Mit gondol? Hány közalkalmazott ül itt? Hát... Ön megszámolta? A 120 ezer magyar tanárból. Hány köztisztviselő, hány olyan közepes és kis vállalkozóknak szüksége van itt a helyi világ támogatására, és meg akarja magát óvni attól, hogy majd rá fog törni a NAV. Nem véletlen, hogy alapvetően olyanok jönnek el ezekre a fórumokra, a jó Isten tartsa meg őket ebben a szokásukban és bátorságukban, akiknek már nincsen okuk félni a hatalomtól, mert hogy azért a nyugdíj az... minden hónapban meg fog érkezni. Egyénileg kibabrálni nyugdíjassal nem lehet. A nyugdíjasok sokasságával ki lehet, és ahogy látom, ettől a hatalomtól erre számíthatnak is, mint ahogy ezt kapták a rokkant nyugdíjasok 100 000-ei. De minden alkalommal találkozom egy olyan példával, amikor valaki föláll és elmondja, hogy engem megkérdeztek, azt mondtam nekik, hogy a Fideszre szavazok, hát, hogy a görcs álljon a lábujjukba, de biztosíthatom magát, elnök úr, hogy amikor el fog jönni a pillanat, magukat fogom támogatni. Általános tapasztalatom. Mi ennek a választásnak a tétje? Nyugat vagy kelet? Nincs mese. Mit akarnak? Burgerlandot vagy Moldáviát? Szabadok akarnak lenni, vagy alávetettek? Akarják-e, hogy a miniszterelnök megmondja nekik, hogyan kell szeretni, ölelni, paprikás krumpit főzni, kolbászt tölteni, vagy a jó ég tudja még micsodát? Megmondja, hogyan imádkozzunk, vagy sem. Akarják-e, hogy ezek tanítsák erkölcsre a mi gyerekeinket? Ezek, mondom így, aminek nem örülök, mert mégiscsak azt hiszem, hogy a legtisztességtelenebb kormánya van Magyarországnak a rendszerváltozás óta. Rabok legyünk, vagy szavaztok, mondom valamennyi választónak, és valóban ez a tét. 200 év óta nyugatra akarunk menni.
vagy másképpen az eterköz óta nyugatra akarunk menni. Jött egy miniszterelnök, aki keletre kacsingat, de jobban tenné, hogyha inkább helyes lányokra kacsingatna, hogyha a feleség megengedi neki. A keletet azt hagyja meg másnak, minket engedjen nyugatra menni. Ez ennek a tétje, nem egyszerű választás ez, történelmi útelágazódás. Ezt már másodszorra mondja, most miért? Direkt? Direkt utal Medgyessy Péterre? Melyiket? Az útelágazódást. Nem, olyan helyes az én szerintem, hiszem, semmi. Azt hiszem, direkt piszkálja. Szemben. Ja. Dehogy is. De ha nem jó, akkor le fogok róla szokni. Hát az én kedvem miért ne? Vagyok. Az én kedvem miért ne, hanem Medgyessy Péter kedvér, ha neki nem tetszik. Nem, nincsen benne friska. És hogyha esetleg a Péter így érezné, akkor mondom így messziről, hogy eszmágában nincsen. Most már értékelheti a kampányt, az elmúlt napokat, heteket. Hogy sikerült? Nem. Nem értékelheti? Nem értékelhetem. Nézzel nekem. A harc legvégső stádiumában vagyunk. Értékelni majd a harc után lehet. Most egyetlen egy dolgot lehet csak mondani. Ami energia még van, azt arra kell fordítani, hogy minél több ember elmenjen szavazni, és szavazzon a kormányváltásra, egy másik országra, egy jobban élhető világra. Ha győzünk, amit remélek, ha nem győzünk, az értékelés utána fog következni. Azt tudom mondani, hogy amit meg lehetett tenni, és látom kollégáimon, ma is beszéltem mindkettőjükkel, azt beletesszük ebbe a történetbe. Hogy hibátlanok voltunk-e? Minden bizonnyal nem, de hát bármit tettünk volna is, azt gondolnám, mert hibátlan legfeljebb a teremtő, illetve még egy politikus hiszi ezt magáról Magyarországon, de most nem mondanám ki a nevét, ilyen késő este, mert nem tudnék aludni utána. Ne ezzel foglalkozzunk még. Azt szeretném mondani az ATV nézőinek, hogy bármi is a végeredmény, hetekig, hónapig fogjuk majd ezt értékelni, hogy mit csináltunk jól és rosszul, melyikünk csinálta jól, melyikünk kevésbé. Ma még azt kell mondani, hogy tessék elmenni szavazni, tessék elvenni a szomszédot, a hentest, a fodrászt, a barátot, a barátnőt, földühíteni mindenkit, hogy menjen és mondja el véleményét, mert 4 évente egyszer ott, az az 1 négyzetméteren, ahol ahogyan mondta talán vagy Gordon, vagy Attila múlt vasárnap a nagygyűlésen, ott övé a világ, övé Magyarország. Tessék ezzel élni. Még itt tartunk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A Dunaújvárosi, fél Dunaújvárostól pedig elnézést, hogy elraboltuk tőlük önt pár percereig. Én köszönöm, hogy hívtak. Viszontlátásra, viszonthallásra.